Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a hétről hétrét látják. Mostani műsorunkban amerikai magyarokkal ismerkedhetnek meg, a washingtoni Fedor családdal például, és ellátogatunk a washingtoni magyar bálba is. Tartsanak velünk! Koncert, néptánc bemutató, tombola és első bálozó cserkészek. Mintegy 200-an vettek részt az idei magyar bálon Washingtonban, amit minden évben a helyi Magyar Ház szervez. Egy erős Európa stratégiai partnere lenni. A rendezvényen Szili Katalin miniszterelnöki megbízott arról beszélt, hogy csak egy erős Európa tud stratégiai partnere lenni az Egyesült Államoknak, ezért fontos, hogy olyan képviselők kerüljenek be az Európai Parlamentbe, akik a nemzetek Európáját támogatják. Amerika is nagy figyelemmel kíséri, hogy mi történik Európában, és én úgy gondolom, hogy és ahogy hallottam is az itt élő magyaroktól, számukra nagyon fontos, hogy Európa őrizze meg keresztény gyökereit, és hát azért őrizze meg azt is, ami a magyar identitást, önazonosságot jelenti, hiszen nekik pont van összehasonlítási lehetőségük arról, ami Amerikai Egyesült Államokban nyilvánvaló, ahogy olvasztó tégeinek szoktuk nevezni, viszont itt mindenki angolul beszél, azért otthon számunkra megfontos a nemzetek Európáját építeni, tehát egy olyan Európát, amely a sokszínűséget megőrzi. Szili Katalin hozzátette, hogy hosszú idő után először nyílik ennyire jó lehetőség az amerikai-magyar viszony erősítésére, mint a mostani. Ebben pedig Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi látogatása újabb mérföldkő volt. Átadták a Washingtoni Magyar Ház éves kitüntetéseit is. Idén a Washingtoni Marymount Egyetem és a Győri Széchenyi Egyetem közötti oktatási-kutatási program beindításáért kaptak elismerést az intézmények vezetői. A diákcsere egyezmény és a szellemi tőke cseréje, valamint a párhuzamos képzés úgy gondolom, hogy erősebbé teszi az Egyesült Államokat és Magyarországot is, mondta a Washingtoni Egyetem elnöke. A bálon összegyűjtött felajánlásokat pedig ezeknek a diákoknak az amerikai ösztöndíjaira akarják felhasználni. Nem csak anyaországi, hanem külhoni magyar diákokat is támogatnának. A bevétel ebből jövő évre akarjuk a Nagy Magyarországról, tehát Kárpátalja felvidékről, délvidékről, meg Erdélyről diákokat hozni a Marymountra. A célunk nem csak olyan 6 hónapra jönni ki, de igazán 4 évre vagy 2 évre, tehát egy úgynevezett undergraduate vagy mesterfokozatú tanulásra. A bál bevételéből legutóbb kárpátaljai magyar iskolákat támogattak, és magyar művészeket is tudtak fogadni. Nagy öröm volt számunkra a kárpátaljai magyarokat támogatni, és igazán ez 2 éven át tartó feladat volt, vagy munka volt, mert 2 éven át ugyanannak az iskolának, az Eszenyi, Bocskai István általános iskolának küldtük az adományt. Persze nem egy óriási nagy adomány, de tudjuk, hogy ahol rászorulnak a segítségre, ott ilyennek, ennyinek is megörülnek. Úgyhogy a kárpátaljai magyarsággal foglalkoztunk, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy ki tudtak jönni magyar művészek, itt gondolván a Tarpai Vikire, akinek a gyönyörű filmét, a Sátán Fatya című filmet vetíthettük le, és a másik pedig képkiállítást tudtunk csinálni a kárpátaljai művészetről. A bárra mindig érkeznek Amerika más városaiból is vendégek. Somkuti István philadelphiai orvosprofesszor az Egyesült Államokban született. Szülei 1956-ban menekültek el Magyarországról. Mindig úgy nevelték, hogy minden, ami magyar, az szent, fontos és becsülni kell. István édesapja találta fel a laktózmentes tejet is. Hétvégi magyar iskolába jártunk, magyar cserkészetre részt vettünk, és a magyar kultúra az volt a csúcs nekünk, és az ilyen összejövetelek ez tartják ezt a lángot bennünk, hogy vigyük tovább ezt a magyarság, ezt az érzést. És kedves feleségem, aki Erdélyben született, szintén amikor találkoztunk, akkor, ahogy mondják angolul, kindred spirits, hogy mi együtt éreztük azt, még ők szintén, hogy el voltak nyomva, és nem voltak nekik szabad a magyarságokat, hát nyilvánon tartani a kultúrát, hogy ők is olyan hasonló helyzetben voltunk, szóval nagyon jól megtaláltuk egymást. Csodálatos felfedezést jelentett az, amikor találkoztunk, hogy itt is ilyen lelkesen ápolják a magyar kultúrát, és próbálják a gyerekeiknek is továbbadni, hiszen mi Erdélyben ugyanezt éltük át, ahogy a szüleink küzdöttek nap mint nap azért, hogy mi magyar iskolába járhassunk, és ezt a szellemiséget látom itt is. Nagyon élvezem a cserkészetet, nagyon jóféle dolgokat csinálunk, és nagyon jó emberek között vagyunk. Én már nagyon régóta cserkészkedem, már Magyarországon is cserkészkedtem, és valahogy egy közösséget ad nekem, otthon érzem magam, és most, mint vezető, nagyon örülök, nagyon szívesen látom, hogy a fiatalok, ahogy nőnek, és ahogy sok szeretem látni, ahogy ők fejlődnek, és ők segítenek a többieknek, és nagyon büszke vagyok rájuk. Az amerikai és magyar intézmények közötti kapcsolatok fejlesztéséért elismerést kapott Szabó László, washingtoni magyar nagykövet is. Nagyon keményen dolgozik a csapat, ez nem nekem szólt, hanem a nagykövetségnek és hát annak a magyar közösségnek, akit Washington DC környékén dolgozik. Nagyon örülök annak, hogy nagyon komoly közös munka folyik itt az összes magyar szervezet, aki itt él a környéken. Bár nem sok magyar van, de az a néhány ezer magyar az összefog. Szabó László hozzátette, fontos, hogy a bálon nem csak magyarok vesznek részt, hanem olyan amerikaiak is, akik szeretik és ismerik is a magyar kultúrát. Jótékonysági este, kulturális programok és egyetemek közötti jó kapcsolatok ápolása. Erről szól a Washingtoni Magyar Ház tevékenysége. Most pedig Fedor Istvánt, a Washingtoni Magyar Ház elnökét fogom kérdezni, hogy miért tartják fontosnak azt, hogy kulturális rendezvényeket szervezzenek a diaszporában élőknek, illetve ilyen jótékonysági esteket, mint például a Washingtoni Magyar Bál volt. Hát én a Washingtoni Magyar Bállal kezdeném, mert ez volt a legutolsó, ami volt 2 nappal ezelőtt. Ez egy nagyon fontos jótékonysági bál abból a szempontból, hogy magyar diákokat a diaszporából próbálkozunk az egyetemre, a Marymounti Egyetemre, akivel nagyon régi kapcsolatunk van. A volt elnöknél, meg az új elnöknővel is. Miért fontos nekünk? Ez az egyik, az oktatási része. A kulturális része azért, mert magyar programokat tudunk behozni és előadni a magyaroknak, de ugyanúgy az amerikaiaknak is a Marymounti Kulturális Központban. 2016 óta a zarándoklatot szervezzük a washingtoni bazilikától a Marymountba vagy vissza. Egy éven egyik irányba, másik irányba. Ez kb. 17 kilométer, nyáron, augusztus 20-án szervezzük. Július 14-én a Kecskeméti együttes jön, fellép a Marymounton. Augusztus 20-án, mint ahogy mondtam, lesz a zarándoklat. A püspök, Kisrigó püspök fog jönni, és ő fogja tartani a szentmisét, és utána szeptember 14-én meg Havas Judit fog előadni Adi Endre 100. évfordulójáról. Említette itt a washingtoni magyar bált, ilyenkor kiknek szoktak gyűjteni? Főleg a diákoknak, akik Magyarországról vagy a diaszporából jönnének. A múlt éven 4 diákot tudtunk úgymondván szponzorálni, ebből nagyon jó eredménnyel ezen az éven most fejezték be 2 lány, akik ott voltak a bálon is, és igazából fantasztikus eredményeket értek el, mert a maga az elnöknő az egyetemnek mondta, hogy hát nem gondolta, hogy onnan ilyen diákokat tudunk az egyetemre hozni. A másik dolog az, hogy próbáljuk bemutatni a kultúrát is. A washingtoni cserkészek táncoltak egy magyar népviseletben egy táncot, és az amerikaiak, akik ott voltak, körülbelül 60%-a, aki a teremben volt, majdnem 180-an voltunk, az amerikai. Tehát ők csak érzik a magyar, egy kicsikét a magyar kapcsolatot, de nem láttak ezt az előtt. Milyen kapcsolatokat tudnak kialakítani? Gondolok itt diákcserére esetleg, vagy pedig közös diploma adására? Igen, hát a cél igazából már 2014-től kezdtük, amikor azon voltunk, hogy próbáljunk először a tanári kar együttműködés. 2017-ben a Marymount Egyetemből a Közszolgálati Egyetembe átment egy ilyen előadás, egy ilyen certifikáció, ami közös volt, tehát azt jelenti, hogy a Közszolgálati Egyetem és a Marymount közösen kiadta a Criminal Justice és Forensicban egy ilyen egy 10 napos, majdnem 10 nap, 9 napos programot, és most ezen az év márciusban meg 9 diák a Marymountból ment egy összehasonlító a kriminológia, hogy is van Magyarország és Amerika között. Azok a diákok 8 napig voltak Budapesten, meg a Széchenyi Egyetemen is Győrbe, és imádták az igazából. A érdekesség annyi volt, hogy március 15-én pont ott voltak a parlament előtt, és azt mondták, hogy egy napra magyaroknak érizték magukat. Hogyan tudják ezek az oktatási kulturális kapcsolatok elősegíteni a két ország közötti viszonyt? Mink úgy látjuk, hogy ezzel, hogy megtörtént ez a tanári előadás a Magyarországon, most azt várjuk, hogy a magyar professzorok jönnek a Marymountra egy ilyen konferenciára beszélni. Megvolt a diák, csináljunk egy diákcserét vissza. A következő abban van, hogy egy úgynevezett joint degree-t, az azt jelenti, hogy egy amerikai diák eltölt, tegyük rá, undergraduate programban 2 évet a Marymounton, 2 évet Magyarországon. És akkor egy közös diplomát kap, a magyar diplomát, meg egy amerikai diplomát. Ugyanúgy mesterfokozaton is meg lehet tenni, hogy 1 évet itt, egy évet ott. A mostani elnöknő nagyon nyílt erre a programra, tehát úgy érzük, hogy a következő lépés az lenne, hogy ezt kivitelezni legközelebb 2-3 évben. Ezek azért fontosak, mert a politikai szintéren bármilyen kooperációról szó van, az igazából abban öltestet, hogyha ez a hétköznapokban a különböző kulturális és oktatási intézmények közötti kapcsolatokban öltestet, és ezzel lehetőség nyílik arra, mint ahogy a két egyetem között is tervbe vették, hogy közös diplomát adjanak a fiataloknak, illetőleg legyen áthallgatási lehetőség a két egyetem között. Én ezt kiválónak tartom, hiszen ma a globális világban különösen fontos, hogy adott esetben egy európai tudományokat megszerző diák az adott esetben kapjon, főleg a biztonságpolitika területén amerikai szemszögből és amerikai oktatóktól is információt, illetve ez történjen megfordítva is. Nem mindennapi idegenvezetésen veszünk részt Washington mellett, ugyanis Fedor István, a Washingtoni Magyar Ház elnöke megmutatja nekünk a helyi golfklubot. Igen, Belmont Country Club, ez egy régebbi klub, és ehhez hozzátartozunk, ahol lakunk. Ismerős azzal, hogy itt egy régi épület van, ahol a 1800-as évben a elnök is ide kigyött. És ez egyenes út, ami itt mellette van a klub mellett, bemegy egészen a Fehérházhoz. Most már nem, de régen bement egyenesen. Itt van a szimbóluma, a logója a Belmont Country Clubnak, és most egy Marymounti jótékonysági akció, hogy a sportdiákoknak ezzel segíteni tudjanak. Milyen csomagot láthatunk itt, mi kell egy jó golfozáshoz? Hát elsősorban jó ütőbotok kellnek, meg a labdák hozzá, az különleges, és egy jó trikó az mindig fontos. Tehát, mert izadunk, és hogy felfogja az izzadságot. Egyébként úgy látom, hogy a Marymount. Ezt az egyetem, igen, mert ez az akció, ez az egyetemnek egy ilyen jótékonysági akció, amikor a sportolóknak ezzel támogatást adnak. Pont most beszélgetem a tenisz coach-al. Please come. Can you say your name? They are from Hungarian TV, but... Jeff Benito. Jeff Benito. És ő már beszél egy magyar sráccal, akit ki akarunk hozni, a Martin, what's his name? Martin Tomás. Aki nagyon jó teniszezik Budapesten, a 17. kerületben lakik, és már kiszűrtük, hogy jó lehetőség lenne neki itt tanulni a Marymounton. Le kell tenni a vizsgát, egy teszt van, de egy magyar teniszező is jönne ide a Marymountra. Most a klubnak a sportbárjában, minden jó golfpálya klubnak van egy bár. Elég jó, hogy mondjam be. Itt elég gyakran a sportolók utána vagy előtte, vagy hétközben ki szoknak jönni. Tehát ez egy privát klub, tagsági van, és akkor akármikor jöhet el. Főznek, ital, minden van. És menjünk be a golf üzletbe. Minden bárhoz van egy jó ételhely, hogy a hölgyek itt tudnak ebédelni, míg a férfiak a bárnál vannak. És az abszolút az amerikai hétvégi program a golfozás? Mennyire lehet? Hát na, igen, hétvége nagy részt. Hétközben nem is, akkor a business week ugyanakkor szok lenni. Tehát, hogyha valamely megegyezés, akkor nagyon gyakran kijönnek, golfoznak napközben, és akkor bár vagy ebédelni, vacsora is nagyon jó étel van itt. És nagyon... a gyerekek? Hát a gyerekek azok vagy iskolában vannak, vagy azok is golfozhatnak. Máshogy van teniszpálya is, teniszpályák itt, meg a golf, meg most fogják a hétvégén kinyitni a úszodát is. Tehát mindig a Labor Day weekenden nyitják az úszodát. És menjünk ki. Most vagyok kint a pályán, és ez a 18-as lyuk, a végső lyuk, mielőtt befejezik a játszmát. És egy kicsikét látni volt, hogy sok eső volt, és nyírták a füvet, úgyhogy azért itt a raffon, úgynevezett az oldalokon, még itt van a régi fű, amit nem szedtek fel. És csak azért akarok kimenni a 18-ashoz, hogy megmutatni a finomságát a fűnek. Ez nagyon különleges a lyuk körül, hogy a labda finoman guruljon. Erre külön gép van, ami ilyen finomra lenyírja a füvet. Majd megpróbálhatjuk hozzá is érni, meglássátok, hogy mennyire finom. Ez fű, ez rendes fű, ez nem mű, ez rendes fű. De látni volt, hogy sok eső volt, azért ilyen lyukacskás, hogy le menjen. Itt látni a logót, és egy támogató, aki támogatja ezt a mai programot, amit Marymount szervezi. Tehát ezzel van a támogatás, jótékonysági támogatás, amit a szervezet vagy a cég lemondhatja adóból, mert a Marymount az non-profit privát egyetem. Amikor a labdával a kis labda rájut erre a greenre, erre a zöldre, akkor kiveszik, mert itt egyenesen a lyukba dobják. Addig a bot mindig benne van a lyukban, hogy lehessen látni messziről. Máshogy a kiinduló pont, azt nem is látni, ott a fák mögött van. Tehát ez 5 ütésre van tervezve. Minden golfpályánál, majdnem mindegyiknél, egy olyan komolyabbnál van egy tábla, ahol úgynevezett hole-in-one. Tehát ahol 3 ütésre lehet a lyukba jutni, ott van lehetőség egy ütéssel a lyukba. Itt ki van írva, hogy mikor ki, tehát ahogy látod, 4 lyuk van, amit 3 ütéssel lehet elérni, és itt vannak a nevek, abba az éve, vagy amikor megütötték egy ütéssel a lyukba. Majd meglátod a pályán, hogy azért nem annyira egyszerű eltalálni. Itt vannak a többi, ez a Gentleman Single Champion a teniszbe, itt meg mindenféle más ilyen championoknak a elnevezése abba az évben, és látod aláírások, aki akkor játszott. Most, ahogy látjátok, menjünk az új területről a régibe, abba az irányba, de itt már látni, hogy a régi bútorok és a régi champion, tehát kitüntetések, ki mit nyert. Tehát már a bútorról is látod, hogy ez egy kicsikét régebbi. Hát Amerikára 50-100 év az régi. Itt esküvőket szoknak szervezni, meg mindenféle cégi konferenciákat, megbeszéléseket. Itt mindig itt szok lenni a karácsonyfa, feltéve. És itt van a programoknak a listája. Most megyünk át a modernebb, a újabb részről, ami hát nem annyira új, de újabbnak mondjuk, mert igazából az eredeti fal, ez itt volt. A falnak az épületének a vége itt volt. Ezt kinyitották, hozzáépítették az új részt, tehát a golfpályának a részét, és itt jöhetünk be egy ilyen ebédlő, de ahogy látjátok, ez az ebédlő egy nagyon régi stílusban van. A csillár is, nagyon, és a faldíszítés is. És a padlót is látjátok, hogy ez mind eredeti. Tehát megvan a 100 év is ennek, meg át a bútor is. Itt már látni egy kicsikét akkori régi üvegpoharakat, ez egy kicsit nyomtatott volt, de ez is a régi kollekcióhoz tartozik. Most jövünk be a háznak az elejére, igazából, ahol volt a főbejárat. Látni is a kilincset is, hogy ez egy régi kilincs. Ez nem annyira egyszerű, mint most, kicsit nagyobb is. És itt volt a úgynevezett Ludlow Lee Library, a könyvtár. Még pár darab itt is van. Még látni, hogy a fűtés is, hogy van régiből. Csak akarom mutatni, hogy ez minden hát amerikai mércére régig antiknak számít. Na, most megyünk át a Lafayette szobájába, és itt látni is a felirást. Ez egy nagyon, nekem ez a legszebb szoba, legszebb helyiség, nem is szoba, tehát helyiség itt a klubban, ez nekem nagyon tetszik. Itt szoknak csinálni olyan 6 és 8 személyre egy ilyen vacsorákot megszervezni, az ebédlőben ott 20-ig lehet, de itt is látjátok, zongora van, ezek a régi, ez minden eredeti még, ami megmaradt, felújított, ebből ahogy látjátok. Egy ilyen érdekesség, lehet, hogy emlékeztek, otthon is ilyenek voltak. Az ajtó az olyan, hogy... és akkor lehúzott. Emlékeztek ezekre az ajtókra otthon? Tehát ebből is mutatja. Nagyon kevés épületet találtok most Amerikában, aki ezt megtartották. Most jövünk át egy ilyen kis reggeliző, vagy kis nagyságú ebédlőzőbe, ami ugyanúgy a régi bútor, ebből látni, hogy olyan egyszerű fa, úgy, mint otthon, úgy mondanám. De ezt a csillárt akarom megmagyarázni. Ez a csillár igazából gázcsillár volt. Látjátok a lyukakat? Tehát ott gázlángok mentek fel, és itt jött be a levegő, itt szívta fel a levegőt. Tehát, hogy ez gáz volt, átcsinálták villanyra később. Ez egy nagyon különleges, nagyon, nagyon keveset találni ilyet. Megint eredeti régi bútorok. És most megyünk át a biliárd terembe, a férfiak ide szoktak kijönni, szivarozni, biliárdozni, és hát, hogy ne fázzanak, akkor egy nagyon nagy nem is tudom, kemence vagy kandalló, de ez egy működő kandalló. Érdekességek itt, hát a biliárdon kívül, hát ahogy látjátok, mindenféle sakkozó táblák régig, de itt meg egy szivar kiállítás van, kiállító van. És a másik, ami nagyon érdekesség, itt van majdnem a golflabdának a kis története, hogy hogy is keletkezett a mai formájában. Jobból is a St Andrews, igazából az amerikai elnöknek, Donald Trumpnak van itt egy golfpályája. Mint minden amerikai férfinek fegyver is kell. Úgyhogy itt egy nagyon érdekes régi pisztoly van leféve, és úgynevezett zsebpisztoly. Látni, hogy ez hozzátartozik a szivar, a golf és a pisztoly. Ez még mindig eredeti. Ez egy kicsit felújított, de maga a lépcsőház az eredeti. Esküvőket szoknak itt tervezni, ezt szervezni ebbe az épületbe, és itt ez a szoba, ahol a menyasszony készülődik. Ahogy látjátok, meg tud fürödni, mosakodni, és itt szokott lenni a ruhát, amire fel is teszi. Ez nagyon érdekes, mert igazából ezt lehet változtatni. És ez egy régi angol. Van itt két felirat, ez a függetlenségi nyilatkozata, ahogy látjátok. Nem az eredeti, de eredetihez nek a másolata. És ez a Lincolnnak a levele, a beszédje, a proclamation-t, amikor mondta. Tehát ebből is látjátok, hogy milyen régi papíron van. Vadászat is volt itt régen, meg lovaglás is. És hát ezt egy kicsit ott szimbolizálja. Most már nincsen igazából, de ez annak a maradványa. Hi. Miután egy katolikus egyetemről van szó, és a katolikus egyetem munkatársai erre a golfpályára szoktak járni, golfozni, ezért most egy rendkívül érdekes szertartásnak lehetünk a tanúi. Most meg fogják áldani a játékosokat, ők pedig egyszerre elindulnak ezzel a sok-sok golfautóval. Nagyon szép ez a golfpálya itt Washington mellett, itt mindent lehet, amit máshol nem, ugyanis sört is adnak vezetéshez, úgyhogy egy igazi szabad országban vagyunk. Cheers! Cheers. Miután golfoztunk is egyet, véget ért az adásunk is. Tartsanak velünk a jövő héten is, nézzék a Hétről Hétre című műsort.